most az egyik videokártyát poénból berakjuk. Még ezt megcsináljuk. Egy pillanat türelem. Ugye előre kell majd húznom a lapot, mert nem fog egyébként odaférni. Ugye itt a kártya. Elképesztő. Még mindig azt mondom. Úgyhogy tegyük le. És nézzük meg. Remélem, le kell szedni az aljáról ezt a védőt. És és benn is van. Ez az egyik. És berakjuk a másikat. Arról is ugye a védőt le kell szedni. Így van. Elkészült. Hát így néz ki a két kártya. Brutális. Brutális. Oda nézzetek. És az tényleg, és elég nagy a hely közte, látjátok? Tehát levegője lesz, hogy az 500 ér ház, ha persze befér ez az egész abban, majd meglátjuk, mert ugye azért ez elég magas, annak ugye van az oldalventije, küldeni fogja rá friss levegőt oldalról, tehát hiszti nem lehet. Úgyhogy így elsőre így néz ki a lap, így néz ki a két videókártya. Úgyhogy most eljön az a pillanat, hogy elkezdjük beszerelni a házikóba. Ugye ventiket is fogunk cserélni, vagy illetve csak egy-kettőt, illetve az előlapot rászereljük, ezt a szabályozom, és beszereljük magát a alaplapot, és hát ugye a végén a legszebb rész, amikor a videókártyát berakjuk. Úgyhogy köszi, hogy a figyelmet, köszi, hogy néztétek ezt a videót is, maradjatok velem, jönnek a videók a szerelésről, illetve hát utána kőkemény tesztek. Melyik a jobb? A két darab 7970 Matrix Crossfire-be, vagy a két darab GTX 690 Quad SLI-be? Meglátjuk. Sziasztok!